Nemes Gábor vagyok, szakszereti szakpolitikus. Jól ismerem a közlekedés világát, hiszen korábban dolgoztam BKV-s buszsofőrként, majd több mint 3 évtizedig voltam különböző közlekedési szakszeretek elnöke, tisztségviselője. 2023 óta Dobrev Klára munkavállalói és érdekegyeztetési kabinetjét irányítom. BKV-s koromról ismerem a volt kollégáimat, tudom, milyen vezetőfülkében dolgozni és milyen problémákkal szembesülnek nap mint nap. Figyelve Vitézi Dávid tevékenységét, egyre nehezebben hiszem el, hogy tényleg a járvezetők érdekeiért akarna dolgozni. Megdöbbenve olvastam, amikor arról beszélt, hogy idézem, Budapesten szolidaritás mindenkinek jár. Nem csak a hajléktalanoknak, de azoknak a busz- és villamosvezetőknek is, akiknek érdemi segítség nélkül kellene rendet tartani a járatokon. Röviden, Vitézi Dávid Karácsony Gergely főpolgármesternek rója fel, hogy szerinte cserben hagyta a busz- és villamosvezetőket. Ő maga azonban hányszor rúgott bele a járvezetőkbe BKK vezérigazgatójaként? Jól emlékszem, akkoriban szakszereti elnökként mennyi probléma volt az ő vezetése alatt a BKK-ban. Hogyan is bízhatnánk meg Vitézi Dávidban, amikor mostani jelölti ígéreteit már akkor sem tartotta be, amikor BKK vezérigazgatóként megtehette volna? Hogyan bízhatnánk meg benne, amikor nem érdekelte, mi történik a buszvezetőkkel a 2013-as kiszervezés során? Hogyan bízhatnánk meg benne, amikor nem érdekelte őt, hogy a jegyárusítás és a jegyellenőrzés feladatait hogyan látják el feltételek hiánya miatt? Hogyan bízhatnánk meg benne, amikor nem érdekelte őt, hogy az agglomerációs feladatok átadása során milyen trükkökkel kényszerítik át a járvezetőket a volánbuszhoz? Vitézi Dávid eddig egyik pozíciójában sem bizonyította be, hogy alkalmas lenne főpolgármesternek. Inkább minden tettével cserben hagyta azokat, akik tőle várták a segítséget. A DKMSZP Párbeszéd Szövetség főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely, ahogy eddig is, ezután is a budapesti dolgozók érdekeit fogja szem előtt tartani. Szavazzunk minél többen Karácsony Gergelyre és a DKMSZP Párbeszéd közös listára, hogy Budapest is jó kezekben maradjon. Vitézi Dávid BKK vezérigazgatóként inkább csak újabb és újabb problémákat okozott a járvezetőknek, ahelyett, hogy segítette volna őket. Bevezette a buszokon a kötelező jegyársítást és a jegyellenőrzést, de vezetők biztonságával már nem foglalkozott, ahogy az olyan részletekkel sem, hogy hol fogják tárolni a jegyeket és a befolyt pénzt. Amikor olyan pozícióban volt, hogy tehetett volna a dolgozók biztonságáért, sohasem segített rajtuk, ezért álságos az, hogy most jelöltként olyan ígéreteket fogalmaz meg, amelyeket vezérigazgatóként sohasem tartott be. Jól emlékszem, akkori szakszereti elnökként mennyi probléma volt az ő vezetése alatt a BKK-ban. Hogyan is bízhatnánk meg Vitézi Dávidban, amikor a mostani jelölti ígéreteit már akkor sem tartotta be, amikor BKK vezérigazgatóként megtehette volna. Vitézi Dávid egyik pozíciójában sem bizonyította be, hogy alkalmas lenne főpolgármesternek, inkább minden tettével cserben hagyta azokat, akik tőle várták a segítséget. A DKMSZP Párbeszéd Szövetség főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely, ahogy eddig is, ezután is a budapesti dolgozók érdekeit fogja szem előtt tartani. Szavazzunk minél többen Karácsony Gergelyre és a DKMSZP Párbeszéd közös listára, hogy Budapest jó kezekben maradjon. Június 9-én az európai parlamenti választáson szavazz a közös listára.